szövetség, az kimondottan civil szervezet, hiszen definiálni akarjuk, hogy az derül ki. Olyan emberek gyülekezetet, akik kritikusan szemlélik a környezetüket, a társadalmat, a csoportjukat, ahol élnek, de azért, hogy jobb legyen, ahhoz hajlandóak valami terét. És azt hiszem, hogy ez az a plusz, ami jellemzi a polgári szövetséget, és magát a civil szervezetet, hát lehet itt kritizálni kormányokat, pártokat, társadalmakat, mindenkit, de hogy valaki tegyen is itt, és ne csak a kritikát fogalmazza meg, az a ritkább egy társadalom. A társadalomnak vannak különféle sejtei, ugye mindenkinek felelősséget kell vállalni elsősorban magam iránt, a szűke környezetem, a családom és a munkatársaim részéről, de felelősséget kell vállalni magának a társadalomnak is az egyének. Úgyhogy az, amit az elnök úr kérdésként megfogalmazott, hogy vajon kié a polgárőrség, netán a belügyi rendőrségé, nem ez a társadalomi, ez a civil rendeződés. Tehát itt azért bármennyire is kapunk állami támogatást, illetve kap a polgárőrség, mindegy, hogy az anyagi vagy elkölcsi vagy bármi, azért azt a 3-4 lépést meg kell tartani. Ugyanis a polgárőrségre is jellemző azok a tézisek, amikor hát ugye a jogi érvényesítésről beszélünk, ugye van a hipotézis, van a diszpozíció és van a szankció. Ne feleljük el, hogy a polgárőrszövetségnek is van a hipotézis, a diszpozíció, de nincs szankciója. Ugye? És mi van helyette a szankció? Ez helyett, a meggyőzés, ugye ezt a professzor azt mondja, hogy megfogalmazta, hogy van egy kérdőjel. És ez a kérdőjel a hipotézis és a diszpozíció, tehát a meggyőzés, vagy a példamutatás, vagy sorolhatnánk, hogy igaz, nincsenek a társadalom sejtjeire olyan meghatározó képviselői, akikre a mai fiatal azt mondaná, hogy ő a példakép. Én nagyon büszke voltam, amikor a leányom a középiskolába azt mondta, hogy az apja a példaképe. Ma egy középiskolás gyereket megkérdeznek, akkor nem van valami szerepülete. Szóval, hogy ez a társadalmi kép is. Az, hogy most az életminősége milyen, és ugye itt nagyon megjelenik a közbiztonságot. Valóban nem rosszabb a közbiztonság, mint Európában, sem a tengerben, sőt, talán valahol még jobb is. Tehát én azért nem szívesen engedném el a tínicsel várnak egy ilyen éjszakai koncerttel, vagy a szigetre, vagy egyebette. Hát most már nem is ígérjük. De a lényeg az, hogy a nagy előnye a polgári szövetségnek az, hogy kitölti azt a éjszakot, ami a hatóság és a civil lakosság között van. És ott van a helyzet, amikor aláírtuk az együttműködési megállapodást a NAP részéről, polgári szövetséggel, akkor én úgy fogalmaztam meg, amikor megkérdezték, hogy mit látok, hát minden együttműködés annyit ér, amennyit betartunk belőle, vagy betartanak belőle. Ugye a polgári szövetségnek az egyik fő feladata a jogkövető magatartás kikényszerítése, amíg a hatóság a saját eszközeivel, szankció, a polgárőrség pedig a példamutatásával és azzal kérdőjel, ami a hipotézis és a diszpozíció jön, a meggyőzés erejével tud ezzel munkába segíteni. Én azt gondolom, hogy nagyon sikerült a munkába, és rendészek azokra, akik ezt vállalják önként, és valóra köszönjük. Iszonyatos kettősség van a
polgárőrség tudományos életet és a vidéken élő emberek információk jutása között. Milyennek az oka? Az informatika. Az a közösség, ahol nincs informatika, nem lehet sem komoly oktatást, sem komoly tudományos előadást tartani. A szociológia és a pszichológia megbukik, mert ismerik a társasjátékot, innét elindítok egy mondatot, és mire hozzám visszaél a szóbeszéd alapján, nagyon elfertül. Az elnök úr is említette, hogy másképp értelmezi az elnökség az új törvény, mint ahogy hozzánk hozzájuk. Tehát ennek a szövetségnek a komoly tudomány, oktatás, csak ezt a kettőt mondom, akar produkálni, főleg úgy, hogy most a járások is, mint egy közbeeső állomás jön, a maga informatikai rendszerét modernizálni kell, hogy az első kézből kapjuk meg az információkat. Az én szürke hazámban hol, ki és mikor. Ugye itt egy önkéntességről van szó, ezt mindenki kihangsúlyozza. Az önkéntesség az nagyon jól működik munkaidőben. Munkaidőn túl már egyre nehezebb elérni is. Most, ha mégis sikerül, akkor a nyugdíjas klubosokat kell egy falu közösségből kiszorítani, mert az idő és a hely az azonos. Önkormányzat, az mindenki látja, hogy az önkormányzatok nagyon támogatják minden civil szerveződést, így a polgárőrség szerepét is, és anyagi lehetőség nélkül is segítik őket. Most, ha van helyünk, akkor csinálunk oktatást. Ehhez kell számítógép, kell projektor, vetítővászon. Ugyanakkor nekünk dicsérte, mi van? Semmi. Akkor az ember hozza a laptopját, kuncsorog egy projektort, amit most ugye a járás elvisz, ezt tudni kell, hogy a járás nem kapott külön pénzt, hanem azt valahonnét oda viszik. És honnét viszik, hogy a megye erősebb. Tehát alulról szerveződik. Így a gyengén. Tehát jelenleg, ha én akarok ezt, amit itt van hallottam, otthon el akarom mondani, akkor fejbe kell tartani az előadásokat, és nekik elmondani. De az informatika hiányában elveszik az, amit én így körbejárok, egy mondatot, hogy én mit adok tovább. Nyilván azt, ami nekem tetszett benne. És ez az objektivitásnak a sérülése. Akár a szociológiai részen, pedig kiemelem azt, amit én szeretnék. És itt is ugyanazt teszem önök felé, hogy akarom kapacitálni önöket, hogyha azt akarják, hogy egy egységes szerveződés legyen, én mint a civilunk lenn, úgy látom, hogy az informatikát ebben a rendszerben nagyon komolyan kell venni. Tehát az, hogy majd ez elhangzik, holnap a honlapon rajta legyen, ezt a honlapot tudja olvasni ott a helyi polgármester, aki összehívja a társaságot, és másnap ezeket az előadásokat levetíti, vagy konzultálja. A másik, hogy hogy szerezhetünk ilyen eszközöket? Hát először is nyomás alatt kell az UPD-t, vagy UPD-t tartani, ez evidens. Másképp nem megy. És minden olyan fórumot, ami a falusi polgári szervezetek fölött van. Tehát egy állandó prés alatt van a rendszer, hogy ahol a kevésből, ugye én átnéztem az oktatás, tudományzat, mindent, ami nagyon jobban jön, és azt láttam, hogy 2011-ben, ha jól emlékszem, olyan 800 millió forint volt a kiadás. De legyen 789.600 forint, az pontosan. Ez a kiadás valamivel dönt előzőleg, viszont a bevételi oldal, ha megnézzük, akkor a bevétel 2011-ben kevesebb volt, mint a megelőző évben. Most én hogy gyakoroljak lentről fölteleplést, hiszen azt fogom kapni, hogy nincs rá, de elő kell teremteni. És így szeretném mondani, hogy pályázat. Nagyon sok pályázatot kell kiírni. 10 pályázatból, ha csak 2-t nyerünk, az már nyeremény. És itt megint megakadok. Az a polgárőr, aki dicsértette a
faluban van, az megkap egy ilyen pályázati brosúrát, az hozza hozzám vagy a polgármesterhez, hogy először is értelmezze. Tehát ki kellene dolgozni a szövetségen belül, hogy a pályázat írók hozzáférhetők legyenek olyan kis egységekben, ahol már a pályázatot sem tudjuk megírni, hogy az nyertes legyen. Tehát itt megint csak az informatika az, ami elsődleges. Mert ha megvan az informatika, arra épülhet a tudomány, az oktatás, a szociológiai vonatkozások. Igen, lennem külön, a szakmámtól orvos vagyok, a pszichológia kicsit távol áll, mert én kézzel fogható dolgokat szeretek, de a pszichológia, én ott látom, hogy nagyon sokszor az egyszerű ember a maga értékrendjében az igazságot, a törvényszerűséget, a jogszerűséget kever. Tehát előbb van az igazságérzete, és utána a jogszerűsége. Tehát ilyen vonatkozásban, ha ugye egy 27 oldalon keresztül van egy nagyon komoly oktatási terv, de a pszichológiával kevésbé foglalkozik. Ezeket az embereket föl kell készíteni pszichológiailag is a döntéshozatalokhoz. Ne gondoljatok a nagy döntéshozatalokra, hogy megállítsak egy embert a kocsival, ne állítsak meg, elengedjen, ne engedjen, rászabadítsam a rendőrt, vagy ne. Mert nehéz eldönteni, hogy én most rendet akarok, vagy szuklatok. És nagyon fontos az, hogy a jogász az másképp értelmezi azt, mint az az igazságát keresett egyszerű polgárőr, aki éjszaka, ahogy is frázba van, mert a vidéken azért tudják, hogy elég jutnak, utána kérdeznek, és azért erre ott nekünk nagyon kell vigyázni. Tehát amikor önök összeülnek is, én tudom, hogy számos alkalommal összeülnek, mert minden hónapban van egy komoly tanácskozás ilyen téren, hogy ezekkel a kicsi dolgokkal is foglalkozzanak, mert ha a kicsi dolgokban rend van, akkor fönt is könnyebb a vezetés, és könnyebb rendet tartani az egyes egységet. Köszönöm szépen meg! Köszönöm csatlakozni az előttem szóló doktorhoz, hogy ugye a kisebb települések ellené, a kisebb megyék városaiban is, a dolog úgy vetődik föl, hogy működik vagy nem működik. És akik ilyen területeken dolgoznak, ugye azoknak ez mindennapos alapkérdés, hogy valami működik vagy nem működik. Én szexuális példát szeretnék mondani, bár nagyrészt Szolnokon élek, és ott jobban ismerem a dolgokat, de 2007-ben úgy hoztam az életem, hogy szexuális megajánlék hoztam egy bűnmegelőzési ilyen, hogy is mondjam, koncepcióval mondjuk így, ami csontnélkül elfogadott a közgyűlés, a testület, és aztán úgy maradt. És akkor neki fogtunk érdekes módon a szexuális mentál higiénés műhely keretén belül ilyen bűnmegelőzési program. Nem az időten ennek volna nagyon jó rendőrségi és egyéb bűnmegelőzés. Érdekes módon szexuálban nagyon kevés a polgári, összesen 30 szemben. Na most én tudtam ennek az okát, és konkrétan fölképeztük azt, hogy egy ilyen bor központ, nevezzük ezt, egy történelmi borvidék, illetve természetesen a legfontosabb a bor, aztán ott is probléma van ugye a cigány gyerekekkel, aztán lehet sorolni, egy családon belül erőszak volt a harmadik, és akkor azt mondtuk, hogy miután én korábbi rendőri múltamból ismertem, hogy van ilyen, hogy szem, mozgalom, hát mi más lehetett volna szexuálban, mint szőlőszem mozgalom, ez mindenkinek nagyon tetszett. 2008-ban elkezdtünk egy nagyon sajátos, érdekes fejlődés a mentálhigiénés műhelyen belül, aminek az volt az alapüzenete, hogy az, hogy akár áldozattá válik valaki, akár elkövető, az mindenképpen a közösség, a környezetének a mentális állapotára hatással van, illetve hát én azóta tanultam egy kis új német medicinát, és tudjuk ugye, hogy a betegségekre is bizonyos értelemben hatással van, de ez mondjuk egy másik gondolat ebből a szempontból. És akkor mindúttalan felvetődött nekem a community policing, a közösségi rendészet, amiről általában mindig hallgatunk, holott ennek a csirái és ennek a napi gyakorlata a kisebb településeken is, meg gondolom a kisebb megyei városokban is szépen elindult és elkezdett működni. Miről is van szó? A polgármester azt mondta Szexuálban, hogy ő nem tudja, de valamit kellene csinálni, mert tele van a
fogadó napja, panaszol, így nincs biztonság, úgy nincs biztonság, és így tovább, és így tovább. Tanyas embereket megkérdezték, ő már fel akarja magát akasztani, ő már háromszor betöltek, elvitték a disznót, elvitték az anyának a nyugdíját, nem tudom már hányszor, és így tovább, nem ismeri a szomszédját, 15 éve szomszédok, de még soha nem találkoztak, stb. Stb. Adódott a feladat, hogy ezeket az embereket le kell, össze kell ültetni, egy asztalhoz és el kell kezdeni közösen dolgozni. Most oda jutottunk 2008 óta, hogy 1000 önkéntes van, 1000 önkéntes, nem akarnak polgárőrök lenni, mint ahogy egy katonatiszt, nyugdíjas katonatisztán beszéltem, aki azt mondja, hogy figyelj, de én rossz alagú vagyok. Én fél éjszakát kint lógok az ablakba, egyik cigarettát gyújtam a másikra, én mindent látok, hogy fölülről mi történik. Hát tudod, ki akar bírósági tárgyalásokra járni tanúskodni, tudod, hogy ki fog majd itt megveretni magát, hogy lemegy, de ha mondasz egy telefonszámot, hogy így hívjam föl, és utána lesz intézkedés, apám, én minden éjszaka ezt megteszem, de én nem akarok járni kiképzésre, meg nem akarok kötelező órákat teljesíteni, meg nem tudom, mindig nem akarok, de szóljál nekem, és akkor én ezt a telefonot. Gimnazista gyerek panaszolja, hogy egy bácsi a csikket bedobta a volt előtt álló babakocsiba, és már füstölt, úgy kiabáltak, hogy tessék, vigyázni, mert a kisbaba benne van. Ez olyan hatást váltott ki, hogy a szőlőszem mozgalom csápjaként megalakult a szexuális önkéntes környezet őrség. Nem arról van szó, hogy egy új zöld mozgalom jött létre, hanem az, hogy a mentális környezetet is beleértve tegye szóvá akár a gimnazista gyerek is, hogyha valami olyan tapasztal, hogy ez neki nem tetszik. Most lehet mondani, hogy persze, és azt mondják, hogy takarod, hogy fiam, előbb csináld a házikat, utána dumálj nekem, természetesen ne vegye fel a kesztyűt, így megint erről szól a történet. Legyen egy telefon, amit fölvesz, és tudja, hogy ott nincs magára hagyva, intézkedés történik. Tudnék egy csomó ilyen példát mondani. Na most ugye jött az új törvény, aminek alapján most én mondtam a halogazi barátomban, a szexuálon, hogy hát 1000 önkéntes ide vagy oda, innen tölti, közterületen járőrözni, mint olyat nem lehet. Na, egy-két ilyen izgálva a bevett boros rögtön felvetett, hogy mi saját tulajdonunknak nem védhetem meg, nem mondhatom azt, hogy kérem szépen én fölírom. Azt mondja Tapper a nagy borász, hogy neki 1 millió forint kárja volt tavaly előtt, mert leszedette a szőlőt, berakta egy csillébe, jött egy ifa és csilléstől elvitte az egész napi leszedett dolgot. Most tessék mondani, alkalmas a rendőrség autója arra, hogy lemenjen a szurdikokba, stb. Stb. Ezek a korszerű, ott nem alkalmas. Lovas dolog nagyon jó egyébként, minden szinten támogatni lehet, de még egyszerűbb és jobb a dolog, hogy megegyeztek a szőlősgazdák egymás közt, hogy minden szurdik végén áll egy ember, és gyönyörűen fölé pályára jövő menni autókat. És ennyi egyszerű. És hogyha nem kell, egy-két emberről nem jelentkezik senki, akkor de semmi gondunk. Nem tartjuk nyilván, nem kell semmi. Na most ugye itt természetesen egy sor olyan dolog felvetődik, ami kell is, hogy felvetődjön jogilag, hogy akkor most ki mire van felhatalmazva, felhívhatja-e a rendszámot, szólhat-e más valakinek, és így tovább. Egyelőre úgy tűnt a gyakorlatban, hogy ez nagyon jól lehet, de még egyszer mondom, felvetették rögtön, hogy most akkor így mentől a saját szőlős tanyámat, birtokomat, most akkor így nem védhetjük és nem őrizhetjük. Most akkor be kell nekem feltétlenül lépni a polgárőröknek, és nincs ellen érzés a polgárőrökkel szembe, férjét is ne essen, hiszen amit csináltunk összejövetel, polgárőrök is részt vettek rajta, a rendőrség állandó képviselőt jelölt ki, akivel folyamatos a dolog, együttműködési megállapodás van, és így tovább, és így tovább. Csak hát most ugye felvetődik itt is a pszichológiai felkészültség, hogy ezeknek az embereknek havonta tartunk különböző ilyen rendezvényeket, ahol bizony hát ilyen kérdésekkel kell foglalkozni. Tehát azt gondolom, hogy szélesebb a paletta annál, mint amit most felvetítettünk, hogy ez és csak ez, és ilyen szigorúan, én megértem ennek a politikai hátterű félreértés nem sem, hogy te érteni meg közbiztonsági területen sokáig volt a rendőr. Tehát hogy nem az az időpont van most, amikor szabadjára lehetne engedni ezeket a dolgokat, és ugyanaz van a közösségi rendészettel is, hogy tudom, nagyon jól tudom, miniszter úrral is beszéltem erről a kérdésről, hogy persze, most nem hiába, hogy EU-s ajánlás van, meg hogy milyen országban, hogy működik, meg mennyi jó gyakorlatot lehet ezzel kapcsolatban letölteni, tudom, rendben van, erősségként megint, csak arra vigyázzunk nagyon, hogy nehogy egy csomó
nehogy egy csomó igazán szívből jövő önkéntest, amiatt veszítsük el, mert van egy nagyon bestabilázó valami, amit esetleg sokan nem akarnak vállalni. Azt mondta az egyik ilyen 80 év körüli néni, aki tagja volt egy ilyen együttesnek, és ott a Sáréten fölléptek, hogy hát ő neki már bizony ellopták a kis pénzét az öltözőkből, amikor táncolni mentek. Azt tessék mondani, hogy mit kell az ellen csinálni, hogy ez ne történjen meg. No, azt mondják, hogy maga a levelet, a táncos, az maga nem megy föl kukucskálni a színpadhoz, hanem maga itt maga is őrzi, és ha bármi baj történik, akkor tudja, hogy kinek kell szólni, aki egyre besetlenkedik, azt ő neki még senki nem mondja. Annyira egyszerű, annyira kézzelfogható dolgok vannak néha, hogy tényleg a józanész megáll, hogy miért is nem tudja ezt egy ilyen idősebb ember. Na most ő azt mondja, hogy ő nem akar, természetesen nem akar polgárőr lenni, mert ő táncos népművelő, vagy néprajzos, vagy nem tudom, népművészeti együttesi tag, tehát ő nem akar polgárőr lenni, de az a fajta segítség, mely ugye csak jó lenne, mert csak jó lenne, ha mégis. Tehát ugye igenis, meg nem is. Tehát nem biztos, hogy nagyon szigorúan benne kell lenni a stratégiába, hanem egy kicsit hagyni kitekintést, amit én megértem persze, hogy most nem az a időszakon. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Megkérdeznénk magát a rászoruló embert, aki már segített polgárőr, vagy még nem segített, de rászoruló ember, az biztos, hogy azt mondaná, hogy igen, a polgárőrségre szükség van, és a bűnmegelőzés a közjó szolgáltában rendkívül hasznos dolgokat tesz. Ez nem kérdéses. Ezt elmondom, hogyha megkérdeznénk a politikusokat, az országos hatáskörű szerveket, parlamentet, hogy azok mit mondanak, azok már kimondták, hogy hallottuk a előttem lévő professzor urak és előadásukból, hogy pozitív állásfoglalásuk volt a polgárőrség tekintetében. Igen. De a polgárőrség azt vallja, és az Országos Polgári Szövetség hosszú évek óta foglalkozik azzal, hogy saját tudományos bizottsága legyen, tehát legyen a munkájának egy tudományos kiértékelése, legyen a munkája mögött egy olyan tudomány, amelyik azt mondja, hogy jelenleg amit csináltuk az jó-e, megalapozott-e, lehetne másképpen csinálni, vagy a jövőben látóan egy kicsit, mint hogy a tudomány ezt meg szokta tenni, hogy milyen módszerekkel és milyen irányba kellene elmenni. Gondolom, Turós András elnök úr ezzel a célzattal is vetítette ki azokat az ismérveket, hogy az elkövetkezendő időszakban ez a polgárőr törvény alapján milyen kérdések vannak, milyen feladatok vannak majd, amit meg kell lépni. És itt vita van, mint minden más demokratikus szervezetben, az Országos Polgárőrségnél és a megyei szövetségeknél, hogy tényleg ez a törvény így jó, ahogy van. Tényleg ezt nekünk ez alapján kell mennünk. Hát hallottuk, hogy vannak vélemények, amik azt mondják, hogy igen, ez egy nagyon jó törvény. Igen, ebben a törvényben vannak bizonyos elemek, amik nem biztos, hogy így jók. Hallottuk, lehet, hogy egy kicsit jobban civil kurázsival jobban kellett volna ez a törvényhez nyúlni, és ezzel is gondolkodni. Tehát ezzel csak azt akartam elmondani és kifejezni, hogy a polgárőrség részéről van igény arra, hogy a tudósok a tudomány segítségét kérjék az ő módszereikben, az ő elgondolásaikhoz. Kérjük is, és igényeljük. Én azt szeretném felvetni az itt lévő konferencia résztvevőinek, hogy a polgárőrség, amelyik 21 éve látja el ezt a önkéntes szolgálatot, közel 2000 településen, közel 85 000 fővel, megért arra már, hogy megvizsgáljuk tudományosan is, hogy miért van erre szükség, jól végzi ezt a tevékenységet, hogyan kellene talán jobban végezni is, és nekünk, akik a polgárőrségnek a munkáját szervezzük, rosszul mondtam ki, aki a polgárő egyesületek munkáját segítjük, koordináljuk, akkor milyen módszerekkel kellene dolgozni ahhoz, hogy ez az ország érdekében jobb legyen, ahhoz, hogy a közbiztonság a közjó érdekében jobb legyen. Tehát én azt vetem föl, hogy kérjük a tudósok, az ebben résztvevő szakembereket, hogy az alapjaiban nézzék meg,
vizsgálódjanak, gondolják végig, és segítsék a mindennapokban dolgozó polgárőrök munkáját az ő tudományos, megalapozott javaslataikkal, álláspontjukkal. Köszönöm szépen! Köszönöm. Én egy borszerető ember vagyok, egy borzasztó volt és szomorú valóságot hallani, hogy hogyan is történik a magyar vidék terményének a megcsonkítása, és ennek érdekében értem szerint mindent meg kell tenni. Nos, először is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai konferenciát, mint a belügyi tudományos tanács tagja és a belügyi fejezet szerkesztője a Magyar Tudományi Egyetem 2012 rendezvény sorozatának. Örömmel vettük azt, hogy az Országos Polgárőr Szövetség már többedik alkalommal, sokadik alkalommal kapcsolódik a Magyar Tudományi Egyetem kapcsán a belügyi rendezvény sorozathoz, és nagyon értékes konferenciát szervezett most is. Majd azt gondolom, hogy nem csak a jelenlévőknek, hanem mindazoknak, akik ezt valamilyen módon tudomásul veszik, majd meghallják, értékelik, feldolgozzák, és a jövő szempontjából hasznosíthatják, értéket jelent nekik. Sok mindenről lehetne beszélni, én azt gondolom, hogy az időt nem rabolnám azzal, hogy mindenkire külön-külön kitérnék. Néhány dolgot viszont mindenféleképpen szeretnék kiemelni. Az a tevékenység egyetérne azzal, az a tevékenység, amelyik mögé a tudomány nem áll, az a tevékenység, az a tevékenység hosszú távon nem működhet. Tehát tudományos megalapozottsággal, tudományos eredmények kimutatásával kell alátámasztani azt a gyakorlati tevékenységet, amit többek között a polgárőrség is végez. Nagyon fontos a képzése, nagyon fontos a továbbképzése, a rendszeres továbbképzése. De azt gondolom, hogy ezek a kérdések minden egyes nagy szervezetnek, nagy mostú szervezetnek a jövő szempontjából az értékes tevékenységét segíteni és támasztani. Nagyon fontos ezekben értem szerint az információ aktualitása. Az információ, az hatalom, az információ kiközvetítése, a központi akarat, a központi döntése, kiközvetítése az egyes szervezetekhez, az egy alapvető kérdés szempontjában pályázni. De azt gondolom, mindaddig, amit Tudós Tábor, amit az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, addig biztosan számíthat az Országos Polgárőr Szövetség arra, hogy minden támogatást megkap, nem csak technikailag, hanem egyéb szempontból is. Emellett alapvető kérdés az, hogy minden egyes pályázati forrást kihasználjon a szervezet, és megpróbálja megfogni azokat a lehetőségeket, amelyek ezt a tevékenységet is pontosítják és segítják. Én egyetértek Besenyei professzor úr azon gondolatával, hogy biztonságorientációs kutatást kell végezni. Én azt most nyugodtan felajánlatom, Kézzel professzor úr, szintén tagja a tudományos tanácsnak, hogy a magunk személyi eszközeivel ehhez próbálunk csatlakozni, dolgozzunk a jövő szempontjából egy működési formát, formációt, írjunk ki, illetve tervezzünk olyan alkalmazott kutatást, amelyik részben a napi tevékenység elősegítésében ad majd esetleg módszereket, hogy segíti ezt a fajta hétköznapi munkát, vagy legyen valami olyan problémai része is ennek az egész témakörnek, ami talán majd más egyéb funkcióval tudja támogatni és segíteni a jövőt ebből a szempontból is. Bruttó nemzeti boldogság, alig mérhető, hát akkor hogy néz ki a legtöbb? Akkor az már szinte nem is nézhető. Nagyon szimpatikus volt ez a fajta gondolat, bizonyára van ennek komoly más irodalma is, van azt gondolom, hogy nekünk egy alapvető gondolkodási léptékünk és mértékünk kell, hogy a jövő szempontjában ez legyen. Nagyon szépen köszönöm még egyszer azt, hogy a Polgárőr Szövetség ilyen aktívan csatlakozott a tudományi rendezvény sorozathoz, mármint a belügyi tudományi rendezvény sorozathoz, és abban tudom csak életetlen és biztatni a képzéssel, tudománnyal foglalkozó munkatársakat és a tudósokat, hogy a magunk részéről nyújtottuk ezt minden is ennek a tevékenységnek a segítségére, és abban remélem, hogy közösségi alig lesz a jövő szempontjából. Köszönöm szépen, köszönöm. Tisztelt konferencia! Én is több mint 30 éve dolgozom az állami oktatásban, közel 20 éve dolgozom jegyzőként,
Jelen pillanatban egy 3000 évek számú településnek főjegyzője vagyok. Tehát a gyakorlatból tudom és tapasztalom mind azt, amiről itt tetszettek beszélni. Sőt, ezt a gyakorlati tapasztalatból hozva, ezt ki is egészítem, hiszen az, hogy leköpik a polgármester, vagy elakarják tárgyaljegyzőnek a torkát, ez már nem is tudom, ezt figyelmen kívül hagyom. Habár odáig elmentek a dr. Pásztor Albert volt a főkapitánya Miskolc megyei városnak, akkor bementem hozzá, hogy szeretnék önvédelmi fegyvert kérni, ennek, de nem akarom kitérni, a lényeg az, hogy végül is lebeszélt róla, ugyanis olyan cigányok laktak a lakói településen, ahol dolgoztam, Sajópávonyban, ez egy vegyipari központ, ahol maga a központ vitte be ezeket az elszegényedett embereket, és ugye az, hogy fenyegetőztek egy-egy adókivetésnél, ugye azt is el kell mondanom, hogy mindenki tudja, hogy ebben a kisvárosban, ha már élnek olyan emberek, akik segédmunkásként dolgoztak a vegyipari üzembe, és Porsche csippel járnak most. És akkor utána a bemutatkozás után én jegyzeteltem, és professzor úr, amikor azt mondta, hogy simogatással több eredményt lehet elérni, mint keményebb eszközökkel, én ebben nem vagyok biztos. Én azt mondom, hogy akkor, amikor elkezdtem elemezni azt, hogy polgárőrség, rendőrség, önkormányzat, ez a hármas egység, vagy még mellé teszem a szankciórendszerét ennek az országnak, akkor nem vagyok biztos benne, hogy ez összhangban van. Abban sem vagyok biztos, hogy ez így jól működik, ha van. De ha külön-külön veszem, akkor meg biztos vagyok benne. Tehát akkor, amikor ma azt mondja a polgármester nálunk az önkormányzatnál, hogy a polgárőrség nélkül ma már ő nem tudja elképzelni a közrendet és a közbiztonságot, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon erős kritika ez. Mert mégiscsak akkor működne jól ez a közbiztonság és a közrend Magyarországon, és így Észak-Magyarországon is, Borsodban, hogyha a polgárőrség, rendőrség és az önkormányzat, vagy önkormányzati dolgozók mögé állna egy olyan szankciórendszer, ami eredetlő rendszer lenne, tehát amitől nem merné azt mondani nekem valaki a folyosó, vagy felrúgja előttem az asztalt. Tehát akkor, amikor erről beszélünk, és akkor hozzá kell tennem azt, hogy ezt is szintén tapasztalom, de ha önök eljönnek Borsod megyébe, és szívesen látok bárkit vendégül, ezt mondhatom polgármester úrnak a kérése is volt, hogy ezt tolmácsolhatom, akkor körbe mehetünk a településen, és megnézhetjük azt, hogy azok az emberek, akik a kertet, a gyümölcsöst, a Hermán partját végig művelték, és nagyon szép gyümölcsösök voltak, mert mind ki van vágva. És nem magyar emberek vágták ki, így kell nekem. És ma már odáig elmentek, vagy elmerészkednek ezek a pitangok, ezek a trógerek, hogy a kerteken keresztül kertérítéseket elgondolják különböző eszközökkel, és bemennek a kultúrnövények közé, és ellopják azt is. Sőt, tovább megyek, bemennek idősebb emberek házába, de én azt hiszem, hogy ezekről különösebben nem kell beszélni, hiszen a híradárból ezt mindenki tudja és látja. Tehát én azt mondom, hogy nálunk egy jól működő polgárőrség van, telepítettünk kamerákat, kamerarendszer van beépítve, mégis van olyan, hogy feltörik ezeket a kisboltokat, feltörik a garázsboltokat, mégis tehát vannak bűncselekmények, illetve szabálysértések. A szabálysértésről már ő is beszélek, mert a szabálysértés az egyszerűen nincs visszatartva, semmilyen hatással nincs ezekre az emberekre. Tehát ezek egyszerűen nem is érdekli az, hogy szabálysértés mi történik, jön közmunkára. Ugye ezt már nem is mondom, hogyha belemennék részletekbe, hogy ez a jogszabály hogyan kezeli, amikor átváltoztatják közérdekű munkára, és a bíróság közérdekű munkára ítél egy embert, akkor ledolgozik 6 órát naponta, kap érte 5000 forintot, ha ledolgozik, és ezt az önkormányzatnak kell biztosítani, azokat a feltételeket, aminek alapján ezek az emberek foglalkoztathatók, sőt, hát odáig elmennek, hogy ezek az emberek választhatják meg azt, hogy mikor dolgozza le. Tehát megteheti azt, hogy a hétvégét választ, és akkor a hétvégén dolgozik, és akkor biztosítsa az önkormányzat ehhez jó pofát, jó arcot, és ugye csinálja azokat a dolgokat, biztosítson ehhez felügyeletet. Az, amit a professzornő mondott, igen, egy ellen az emberek biztonsága a sok ellen között, ha jól emlékszem, ez a nem pontosan idézett. Én meg azt mondtam, hogy ez nagyon fontos. Tehát akkor, amikor beszélek idős emberekkel, vagy emberekkel a településen, akkor ez hatványozottan jelentkezik. Kezelhetjük ezt egy elemként, ezek között az elemek között,
Én azt mondtam, most jelen pillanatban ez a legfontosabb. És azt mondja nekem egy ember, hogy ez ő úr. Hát az, hogy szegény vagyok, meg az, hogy a mostani körülmények között meg kell oldulni a problémákat. De az, hogy nem merek kimenni este, sötétedés után. Vagy már nem merek otthon maradni este, a bezárt ajtó mögött, hogyha a telefon nincs nálam, mert a fiamat nem tudom elérni, akkor testen kell hívni, hogy igen, nagy baj van. Én arra kérem itt, a jelenlevőket, és arra kérek mindenkit, aki ebben tud segíteni, hogy segítsen nekünk, mert Borsod megyében sokkal nagyobb a probléma, mint azt önök gondolnák. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen.